Kedves barátaink, ez itt a második jelentkezésünk a World Choir Games-ről. Rengeteg minden történt azóta, hogy először jelentkeztünk, mindenek előtt strandoltunk. Ezen kívül ettől az évtől kezdve beválasztottak a World Choir Council-ba, azaz a világ kórus tanácsába, amely szervezet idén a kórusverseny két része közötti két napban ülésezett, és 60-valahány ország képviselői vettek részt rajta. Különböző rendkívül érdekes előadásokat hallgattunk meg arról, hogy hogyan lehetne javítani a világ országaiban azon a helyzeten, hogy minél több fiatal énekeljen kórusokban. Az egyik nap tettünk egy kivándulást a festői szépségű Rosa Huttorhoz. Szocsiban az az érdekes, hogy a tengertől 40-50 kilométerre már a Kaukázus hatalmas 2-3000 méter magas hegyei kezdődnek, mi 2300 méter magasra jutottunk egy hosszú-hosszú felhőnél. Ezen kívül természetesen a kórusverseny eseményei is zajlottak. Nézzünk csak bele most a számunkra legfontosabb és legérdekesebb kategóriába. Itt vagyunk hát Sochi híres téli színházában, ahol a kórusversenyen utolsó kategóriaként a kortárszene kategória fog sorra kerülni. Ez mindig a legizgalmasabb, főleg egy zeneszerzőnek a kórusverseny összes kategóriája közül, hiszen a kórusok itt rukkolnak elő az újdonságokkal, itt lehet a legérdekesebb új műveket hallani. Ave Maria című művel is itt fog elhangzani a dél-afrikai Stellenbosch University Choir előadásában. André van der Merwe vezényletében nagyon izgulok, és egyébként megpróbálok majd felvételt készíteni más kórusok új műveiből is. Veni, nomen nocinda! Oh, 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 oh
Yeah.